Ez az út nemzedékek számára a téli örömök helyszínéül szolgált. Itt szánkozott éveken keresztül a majusi fiatalság. De ez a szurdik szolgált arra is, hogy a településen élők halottaikat látogassák meg a temetőben. Az önkormányzat az idei esztendőben jelentős forrásokat biztosított arra, hogy Bonyhádon és Majoson korszerűbbé tegye a járdák állapotát. Ebbe a fejlesztési koncepcióba került be az 5. utcából nyíló utcaszakasz is. Összesen 45 millió forintot, ennyit még sose költött a város egy évben járdák felújítására, és ebből a keretből jelentős összeg került Majosra is. Mondta el átadójában Filóni Ferenci Bolya polgármester. A települést Sárkány Szabolcs képviseli a város képviselőtestületében. Leginkább ő érezte át ennek a kis ünnepségnek jelentőségét. A helyiek életében ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, hogy ez a járda megépüljön, mert egy több évtizedes problémát oldott itt meg. Mert ugye aki ismeri a települést, tudja, hogy ez a járda az oboda mellett van, ennek a megközelítése is nagyon fontos. Akkor itt lejjebb van egy gyár, annak a megközelítése, és összeköti a falunak az alsó részét a temetővel, ami ugye mindenkinek egy fontos dolog, hogy eljusson a szeretteihez. Ez mindig is járható földes szurdok volt, amit évtizedek óta használt itt a lakosság, és meg kellett ezt a problémát oldjuk. Ugye most sajnálom legfőképpen a gyerekeket, mert a téli szánkópályájuk ezzel megszűnt, de reméljük, hogy majd megtalálják az új helyüket máshol majd a szánkózásra. Ebben az évben megépült még egy 205 méter hosszú járda az 5. utcában, és ennek a járdának az összege és a másik járdának az összege 11,7 millió forint értékben valósult meg Majoson 2021-ben járdafejlesztés. Soha nem volt ilyen jellegű járdafejlesztés. A idei évi városi keretnek a 35%-a lett elköltve Majoson járdára. Bár a járdaszakasz elkészült, ezzel a fejlesztés nem fejeződött be. Aki megpróbált felsétálni a Meredek utcán, tudja csak igazán, hogy ez embert próbáló feladat. Éppen ezért elsősorban az idősebb generációkra gondolva komfortosabbá és nem utolsó sorban biztonságosabbá kell tenni ezt a járdaszakaszt. Hiába épült meg maga a betonjárda, itt még lesznek különböző kapaszkodók felszerelve. A mellettünk levő vízelvezető ároknál is lesz egy korlát, kihelyezve a biztonságos közlekedés véget, és az emelkedőnek a legvégén is, ahol nagyon meredek, ott is lesznek ilyen közlekedés segítő kapaszkodó kis korlátok beépítve majd közeljövőbe. És ha minden a tervek szerint halad, a helyiek ígéretet kaptak arra is, hogy hamarosan nem kell mondjuk halottak napja környékén sötétben botorkálniuk a temetőbe. Rövidesen napelemes világítórendszer is segíti majd a közlekedést. Bár ahogy hallottuk, az idei esztendőben annyi járda újult meg a településen, mint soha még eddig, ezzel még minden probléma nem oldódott meg. Az az igazság, hogy ezek a járdák, amik a településnek a legrégebbi szakaszain vannak, az 5-ös utcában, a 8. utcában, 9-es utca, 7-es utca, ezek valamikor az 50-es években épültek. És ezeket a járdákat ugye elkezdtük mi felújítani az utóbbi 5 évben, és szépen folyamatosan haladunk előre, és remélhetőleg most már látjuk az alagút végét, úgyhogy azt szeretném mondani, hogy jók a lehetőségei a városnak, és ezáltal meg fog valósulni a közeljövőben a többi fejlesztés is.